Benyom, ez akkor para a delay-jel, tudom, hát a hiába megy delay-jel, akkor is látom, hogyha frame droppal, meg hogyha az OBS kiírja. Igazából nem, inkább az a para, hogy minden egyes stream eleje, ez nekem így kezdődik. Már nem tudom mióta. Tehát igazából nekem ez a para, hogy ez nem akar javulni. És tényleg nem tudom, hogy ezzel mizu. Ez miért rossz? Azt nem tudom. De igazából ebben az a legdurvább, hogy tényleg nem csinálok semmit, csak átváltom a szervert, hogy puf, jó lesz. Tehát ha valami nagy ördöngőséget csinálnék, meg nagy durva beállítások mennék, akkor azt mondom, hogy oké. Mertok, van hangatok? Van, oké, bocsi. Nem láttam, hogy van hang, de van hang. Csak halk volt. Nézzük közben. Igazi teszterről velem mindig megtalálod, melyik a legjobb. Igazából szerintem mindegyik jó, de mondom, hogy tudja, hogy más van a dolog hátterében. Csak még erre nem jöttem rá, hogy mi, és még senki sem mondta, hogy esetleg mi lehet a dolog hátterében. Tehát itt tényleg, tehát ez tuti nem beállítás probléma, mert tök mindegy, még szervet választom, másodjára általában mindig jó szokott lenni. Jó, nem azt mondom, hogy mindig, mert van olyan, amikor nem. De nagyjából amúgy mindig megjavult. Tehát nem hiszem, hogy mindig pont azt a szervet választom ki, ami éppen jó. Meg azt hiszem, hogy mindig azon a szervet nem vagyok, ami meg nem jó, amikor pőle most jó. Tehát ez ilyen nagyon nagy csavar van ebben a játékban. Durva. Hogy melyik játékot szeretnék látni, arra gondoltam, nincs a szavazásként. Ez az nem szavazás, az csak megkérdeztem tőletek, hogy ti melyik játékot szeretitek a legjobban nézni. Ott semmilyen szavazás nincsen ebben. Csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nektek mi az, ami tetszik leginkább. De nem tudom, mert nagyon sokan írtatok, tehát még összesítve az egyáltalán nincsen, meg nem is fogom. De szépen majd elolvasom őket, aztán majd meglátjuk, hogy... Ó! Oh. A 38-as ügynök megölte az 50-eset, viszont az 50-es kigránátozta. Hát akkor biztos, hogy most jót nevetnek rajta, hogy mi történt ott. Nem mondom, hogy jó lootom lett itt. Sponsor felett belevő a térképre. Yes, jogos. Azt mondja, fentebb húzom, csak azt tegnap a Loannál meg a, azt hiszem a BF-nél volt. Én nem, BF-nél is fönt van, tegnap a lova miatt. Oda lentre került, hol van? Alert box, az nem az, ez. Ez ide, így, köszi. Jogos, azt elfelejtettem. Ezt mindig állítgatni kell, nincs külön szedve a játékokra. Hanem csak úgy van megcsinálva, hogy egy screen van, és akkor azon kell újra beállítgatni mindent. Nézzük. Közben a leltárkező pont jó lesz, jó játékot, Tomi társ! Kösz szépen a cheert, köszi a támogatást, és közben Roaka, neked is köszi a feliratkozást, de 6 órája iratkoztál föl. Deal előtt, nagyon szépen köszi, tehát egy ilyen utólagos bari spamet küldök neked, közben Szia Evelyn. Petya kérdezi, hogy ez test szerver? Ez nem test szerver, én állítottam be a neveket, hogy ne lássam. Hát ez nálam így van beállítva. Csak egy beállítást, ezt bárki be tudja állítani, hogy látszódjon, vagy ne látszódjon. Pillanat, ezt a gérez ide nem kell. Képzeld, Bly, így, hogy elkezdtél lolozni, megint én is visszanéztem rá. Sajnos, mi az, hogy sajnos? Jó az a lol. Jó az. Visszatér hozzá az ember egy kis... pihire vágyik. Azt szerintem simán fel lehet fogni ezt a játékot úgy pihizzel vele, tehát na az, hogy ilyen full komoly véresen nyomasd. Nem semmi vészes nincs benne. Persze, hát igen, ez akkor jó, hogyha tudod úgy csinálni, hogy ne égjél ki rajta. Nem így szépen lájtosan. Veszed figyelembe azt a gémet, nem kell azért túl komolyan se venni. Na, ami automata AR. Jöjjön, vagy valami nagy szkópos. SR. Ez SKS, ez egyszer jó. Mikrózival darál. Van egy kalás, van egy vektoros, a vektoros megölte a kalást. Igazából így, hogy nincsenek nevek, így ugyanúgy lehet a számok alapján, meg a fegyók alapján azonosítani, hogy ki kicsoda, és hogy kik hol harcolnak, vagy mizu. Elvisz szerintem.
83-as ünök is gránátozik ad. Mindenki csak gránátozik. Megtanultak az emberek gránátozni, úgy látszik. Ez a Vector 9 műslet, ez olyan szinten szokatlan nekem, hogy csak na. Ez nagyon durva. Ezt még meg kell, hogy szokjam valószínű. Csak majd itt felülök rendesen. Na, akkor egy Dacia kerék virusz. Valakinek a játéket így már fixen elrontottam. Na, ez kis autó, amivel be tud jönni. Na nézzük. Marci Bly, régen, nagyon-nagyon régen láttalak, nézzelek utoljára október tájékán. Bocsi, tényleg elratozni még szoktatok? Szoktunk ilyen. Elrat, PUBG. Most majdnem mondtam, hogy Siege. Most újra visszatért a LOL. Igazából Apex, BF, hát most van bűven választék, azt kell, hogy mondjam, most nem unatkozunk. Van sok jó BR játék, meg ugye mellett ott van a Siege, ami ugye nem BR, és nem is lesz BR, mert most ezt a szivárványos módot én nem próbáltam ki. Nem tudom, hogy ez meddig van ez a rózsaszín minden. Vector mikor lett 90, és hát az legutolsó update-ben lett, ezt így teljesen át variálták az egészet. Az UMP az 45-ös lett, a Vector lett 90 is, bejöttek új fegyó, mindenféle dolog. Ja, tehát a 27-es patch, azt hiszem az a mostani. Ez mi volt? Haló? Miért csinált egy ekkora pörgést az autó a levegőben? Tehát most oké, hogy az egyik meghalt. Most melyik halt meg? Akar. Jó. Vicsik, hogy a lenti halt meg a gránátba, az a csávó meg valahogy be tudod futni a házba. Ja. Mert tiszta minden. Nézzük csak. Bőven. Egy replay lesz, az biztos, hogy visszanézzük majd, hogy mi történt ezzel az autóval, mert elég nagyot repült. Ezt tuti. Ó. Oh. Ó. Oh. Micsoda jóságok vannak itt. Nézzük, hogy állunk. Igen, 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 igen. Nincs tár egyiknél. Ja, de, itt van. Jó. Ez a mutáns. Mindenkinél mutánska. Nincs több ötös ammó. Múlt hány BR versenyen voltál? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy 10. Á, nem, sokkal több. Tehát a 10 az... Az a Twitch Rivals-ok, ami 10. De azon kívül sokkal több, ami így összességében.
Miért nem hozom el a kart? Nem tudom még most perki, nem tudom, hogy karozzak vagy eskeesezzek. Jó az eskees is amúgy. Sőt, van amikor ugye jobb is az eskees, mint a kar. Elég sok. De... melyik autó csörög itt? És miért? Sehogy nem a buggy mögé dobott ki a játék, és robbantottam fel magam. Hát nem tudom, tehát igazából tényleg a kar is jó lenne. De néha mostanában úgy érzem, hogy a DMR az jobb. Jobb, hogy többet tudsz lőni. Igazából tényleg helyzetfüggő, meg kettfüggő, hogy mivel játszol, de mondom, mind a kettő jó, de... Már pillanatok, amikor éppen a másikkal akar csak. Csak a fejem látszódik ide, nem kapített a sapi. Szép live, végre újra itt, eddig nem tudtam elcsapni a live-edet, de YouTube-on követem a csatornádat. Nice, köszi. Skinről lehet, mert tudni van, és sajnos nem. Sajnos nincsen semmi. Hátra vitte az ulasz, hogy ne tudjam kilőni a kerekét. 1000%, hogy ezt az ulasz vitte hátrébb. Ja. Nem baj, hagyd vigye. Ott a két kerekű moci? Yeah. Nem, ez hármas. Csak az a kérdés, hogy ő volt az vajon? Valószínűleg úgy igen. Milyen kérdés, R6-ban lehet valahogy nevet változtatni? Persze, Uplay-be lehet ezeket megcsinálni. Na, ott rám szűkültem, úgy mert jó helyen is vagyok. Nagyjából. De csak ma zajt tudok, nem tudok. Oh! Milyen jó izé skinje van a csávónak. Ebben a házban nem volt még, ezt nem utolta ki. Miért van harci bari a HP dalján, hogy átakarja a kódot a Steam Snack miatt, vagy csak design? Hát ez... design. A kör közepén vagyunk, tehát annyira nincs mit elfélni. 5-ös ammót kéne, hogy keressek. Itt van a kar. Ez ugye nem 5-ös ammó. Aha, itt is van 2-es kevó. Nem lesz amúgy szerintem. Ti mit szerettek jobban a cseten amúgy? Nem azt mondom, hogy azt fogom elvinni, csak így kérdésképpen az esert, vagy a DMR-t. Ser? Nézzük, erre kíváncsi vagyok. Ha! Attól függ mi? Hát igen, mondjuk igen, az is személy. Hát most jelen esetben itt kar meg... mi az SKS? DMR, DMR, SR, SR, SKR helyére mehet az SKS, SKS plusz kar, azaz. Nem tudom, hogy viszont ki működhetne, de... nem most fogok ilyenekkel mókolni. Becsúlta, az SR jobban megéri? Mert csak az SR-ek kapták meg a plusz damage-et? Nézzük csak. Hát csak az SR-ek kapták meg
SR-eken plusz damage van, ami azt jelenti, hogy plusz 25%. Nehéz az SK-sel lőni, nem nehéz, pont ugyanilyen nehéz, mint bármelyik másik fegyverrel. Jaj, de olyan szaladgáltunk itt egyet. 150%? Nem 25%-kal lett csak erősebb? Karnál testre 1 mm HP-d marad? Az önő? 110-re 150%-ra. Ez nem rossz. Igen, elvém azon a kettes izét is. Szétszedi. Hogy lehet ezt ennyire jól hallani? Hát egy jó füles simán hallja ezeket szerintem. A bokrot. Itt volt az U az a valahol. Nézzük, 6-os AR Supi. Ez egy jobb tár. Most nézem, hogy ennél nem 4 van. Közben 20-szer köszi a csírt, köszi a támogatást. Ó, volt még ezt okjába a gyerekbe is volt, hát Isten, jó, és akkor még jöhet be pluszba egy 3-as scope ide. Akkor energy drinkek azok mehetnek kifele. Szemetesen múlt még vehetünk szerintem fel. Mi kell? Szemetesen múlt akartam, first seal-et akartam felvenni. Ja, elég fullos a loot, azt kell, hogy mondjam. Ja, ez itt egy jó ház most. Hát elég vagyok ammóval, meg hullákból tudok lootolni is. Hát? Ezzel révén nem néztem PUBG-t, csak szerintem néz ki borzalmasan az Apex-hoz képest, vagy csak neked nem tetszik ez a játék. Hát figyelj, ez a játék, ez így néz ki. Az Apex az egy rajzolt grafikájú játék, hát azt nem is nagyon tudod összehasonlítani. Mind a két játék azért teljesen, teljesen más. Free kill? Hát, nem tudom mit elcsorgott ott, valószínűleg megjött neki a pizza, vagy a kaja. De ja. Free kill, ez free kill közben 20-ér, vagy 20-er. Nagyon szépen köszi az újabb cheert, az újabb támogatást. És ott leveled, eznek van a 230-nál, minivel meg is ölte a csávó. Kis ellenfelét, hashtag free kill, azaz. Hát nem tudom igazából, hogyha úgy állsz hozzá, hogy ugye tudod, hogy nézett ki a PUBG, akkor nincs ezzel baj, mert tudod, hogy így néz ki ez a játék. De ha most egy másik játékhoz akarod hasonlítani, ami 2 évvel később jött ki, és sok BR hibájából tanult, azért az megint más. Átlúgja ezt a kereket? Nem nagyon fogom kilőni, úgy érzem. Hol dobtam ki a test itt? De hát igen, ez a mező közepén az nem mondom, hogy a legjobb hely, ahol megálltott a csávókám. Nem gondolta túlságosan. Puska tusra mit lehet felszerelni?
puskatus, de a végére egy bullet loopsot tudsz felrakni, ugye egy csípedet, de igazából akarnál, csak a bullet loops az, ami használ. És amúgy valahol láttam egyet, nem? Valahol volt egy, csak nem tudom, hogy hol. Igésföld a két játék? Amúgy ja, tehát igazából az egyik egy ingyenes játék, már ott nem tudod összehasonlítani egy olyan játék, ami meg 10.000 forintba kerül. Igazából az egyik az egy élethű játék, a másik meg egy rajzolt mesevilág, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Egy kitalált világ. Ravasz fölé. Ide? Oda meg izét tudsz rakni. Az a neve egy Canted, tehát Can't It Sight. Ez annyit tud, hogyha most van egy 8-as scope-od, de lenyomod az Alt plusz jobb klikket, akkor rá átváltana, és elforgatja a fegyvert, és belenéz egy olyan sight-ba, ami egy olyan, mint egy red dot. Tehát igazából egy olyan, egy red dotot tudsz belerakni. Három, kettő, egy. Nem ide fut be. 14-es ügynek elütötte magát. Ezt majd kezdtem, nem tudom, majd kiderül. What? Hogy felborult a kis pajtás. Előttem szerintem. Ez fix, hogy előttem. Ezért is csak üt le. What? Hashtag rendeztáv, azaz. Azaz. Hát most igazából látom, itt a low grafikán megy a vita. Nem tudom, néztétek-e, de volt egy pár napja egy poszt, hogy a BF-fel játszottak emberek, akik annyira lebutították a játékot, hogy én nagyon ilyen, én nem is tudom, hogy hogy nézett ki. És
valakit ezért kibannoltak, mert ő túl low grafikán játszotta a játékot. Jó, bár ott picit több mókolás volt, mert nem csak simán lehúzták very low-ra a grafikát, hanem picit másképp csinálták, de ja, azért az kemény volt. Ez meg nem az én penszkinem, hanem egy valakit megaláltam, aztán neki volt ilyen. Ez melyik? Triházés skin. Itt van kettő ember fixen ezekben a házakban. A csávónak még ugye itt kéne, hogy jöjjön. Ebben a házban is van egy. Basszus kulcs. Ugyes a gyerek, én meg béna vagyok. Elfelejtettem, hogy kell gránátot dobni. Nem lehetett lőni az ablaktól. A csávó ebben, a másik volt fönt. Egy itt van, egy meg ott van fönt elő. Há? Nincsenek be mindenben a dolgok. Hogy itt vagyok, ahol jel.
Nézzük. Miket nem ad be basszus? Hú, azt mondja, mikor írtátok? 2 perce. Nem rossz kezdésnek, nem rossz. Na nézzük. Mert ha csak medium fut el, single játék, akkor már nem élvezed? Hát srácok, amint tudom, hogy ezt mire írtad, hát ja. Nagyon sok ember nem a grafika miatt játszik a játékokkal, ezt igazából meg kell, hogy értsétek. Például nekem is sokkal többet ér, hogy a jobb felső sarokban milyen számot mutat, mint hogy hogyan néz ki egy játék. Akár FPS játék, akár MOBA, de az a baj, hogy tök mindegy, hogy milyen, még a melyik játékban nem számít, még ott is. Tehát igazából nekem tök mindegy, hogy mi legyen, csak legyen nagy az a szám. Főleg úgy, hogy van egy 240 Hz-es monitorom, 240 alatt nekem nem tetszik, hogyha 240 FPS alatt vagyok. Persze, vannak a játékok, amiben nem tudsz 240 FPS fölött lenni, mint például a PUBG-be egyszer sem vagyok 240 FPS fölött. Attól függetlenül ezért játszok very low grafikán, ezért játszanak emberek még kisebb felbontással, stb. Nem néztem replayt? Mondjuk de azt visszanézzük, az... Ez egy vicces jelenet volt, ez a gránátos, hogy pördült meg a kis autó. Köszönöm ugye sok GG-t! Jó, hát ez az első meccs tetszett. Nézzük, közben várjátok, visszaolvasom még itt a dolgokat, egy pár kérdés lehet, hogy kihagytam. Alacsony felbontáson a hitboxok is mások, nem? Nem, a hitbox az ugyanolyan. Ez tök mindegy, hogy milyen felbontás. Tehát a hitbox az nem változik. What? Killek? Ez a második kill, itt lesz a buli. Ja, itt már megváltam, akkor az első kill az, ez kell nekem. Itt a csávó, igen, ő ide bebújt. Hogy mi? Nem is a gránáttól fordult? Wow, én azt hiszem, hogy a gránát pörgette meg. Úgy látszik, hogy itt magát pörgette meg. Wow. Ez mi volt? Talandom a izé ház falán. És az úr, hogy a levegő bugrott ki, és nem ütötte el a kocsi. Csak simán, csak fél HP-re leszette. Nagyon adnám a max 40, max 64 fő szervereket dobna be, de nagyon stabil lenne. Hát, ha azon múlna, én is adnám. De sajnos nem tudom, hogy azon múlik-e. Megmutatod a gyakorlókon a ravasz fölé szereltős cuccot? Csaba, semmi, ugyanolyan, mint egy reddot. Odarakod, lenyomod a jobb klikket és belenéz. Tehát semmi extra. Ha találok itt a játékban, megmutatom majd neked. De mondom, semmi extra. Itt az a jó, hogy ha mondom, van egy, vagy egy, mit tudom én, egy 6x-es M4-jel, vagy egy 4x-es M4-jel, oda tudod rakni azt mellé, és akkor ugyanúgy néz ki, mint a reddot. Tehát ugyanaz, mint a reddot. Tehát semmi más. Ugyanaz, mint a reddot, csak más a neve. Meg a... Alt plusz jobb klikkel tudod a szkópokat váltogatni. Ugye? Alt plusz jobb klikkel cserélsz. Amúgy igen, Tetris, ez így működik, hogy én is ugye visszavettem a felbontást, amit te is használsz. Én meg nem tudtam vele úgy játszani, tehát teljesen másképp kellett lőni, meg minden. Hát szokatlan volt, tehát ugye ebben van 2000 órám a Full HD-be, de ez tényleg csak megszokás kérdése, jelsz. Full megszokás kérdése az egész, hogy most milyen felbontás.